A mai videóban Zombori Atussal beszélgetek, aki sok szempontból és sok hangszer szempontjából generációja egyik legígéretesebb tehetsége. És azért is mondtam, hogy sok szempontból és sok hangszer szempontjából, mert hogy több hangszeren is játszol. Szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Szám szerint hány hangszeren is játszol, ha csak megszámoljuk? Dobolsz? zongorázok. zongorázok. Voltak korábban más hangszerek? Majd talán majd az éneklésre megpróbálkozom egyszer. Fúvós hangszer soha nem volt, mondjuk kiskorodban, csak odában. az nem akartam tanulni, legalábbis nem meg akartam tanulni. Érdekelt, mert az, az egy olyan hangszer, mindig is imádtam, de arról letettem. Aha. Tehát, de mondjuk így, gyakoroltál, elkezdted? Nem, nem is volt hangszerem, csak aha. Ahogy, így mindig vágytam rá. Egyébként ahogy a gitározásra is. Fíj, még időd még biztos, volt. hogy van? Van. A szakszofonon megtanul. Egyébként. Van. Hát majd egyszer, hogyha úgy, úgy van időm, hogy tényleg... Mm -hmm arra tudok szállni időt, akkor talán. Mm. <laughs> Mindenkivel a leges-leges legelején kezdem, a zene mint olyan neked, hogyan jött meg az életedben? És most szándékosan nem csak a dobfelszerelésről fogunk beszélgetni, bár téged most dobosként hívtalak el ebbe a sorozatba. Igen. Hát én ugye tiszakéskei lakos vagyok, Kecskemét mellett egy ilyen 30 kilométer, és ott nőttem fel egészen 14 éves koromig. Igazából nem is érdekelt annyira a zene eleinte. Attól függetlenül édesapám már születésem előtt is zenélt, uh -huh. vendégnátó zenész volt, illetve később mentem is vele. Egyébként ő egy több kénye. hangszeres, vagy ő csak egy hangszerre játszik? Ö, énekel, zongorázik mellé, és tulajdonképpen ö, dobolt. Tehát, amikor elkezdtem dobolni, akkor ő mutatta meg az alapokat. Uh -huh. ö, és ugye nekem az, az volt, mint úgymond minden ö, kis a fejébe, hogy hogy vagy az ilyen, ilyen rendőr leszek, vagy katra leszek, vagy foci. Akkor nagyon ment a foci. Ki volt a kedvenced akkoriban? Futbalisták közül. Nem volt kedvenc akkoriban. Hogy maga a sport tetszett. Maga a sport tetszett. Aha. Kimentünk, állítólag én csak balettoztam a pályán, és a édesanyám mindig felhozza. Viszont ugye otthon nagyon sok zene ment, ergók a végtelenségig, azon is nőttem fel egyébként. És uh, kilenc éves koromban édesapám mondta, hogy figyelj, nem, nem akarsz beiratkozni zeneiskolába, van ott egy alapfokú művészet intézmény, és akkor hogy zongorára, nem akarsz egy kicsit zongorázni, tanulni. És én meg mondtam neki, hogy nem, nem. Teljesen nem érdekelt, és uh, és utána mondta, hogy uh, nyilván attól függetlenül láttam, hogy mi történik körülöttem. Tehát a, a, amilyen zenék mentek otthon, meg amit apu csinált hmm. hétköznap gyakorlás, meg lementünk, akkor lent a Tiszaparton nálunk, is ott volt egy állandó hely ahol minden péntek-szombat múzsikált, hmm. és akkor lementünk, és akkor ott láttam, hogy mi van, de ez engem így... De nem... ő akkor, ha jól értem, ő csak a zenéből élt. Igen tehát ő gyakorlatilag amikor nem volt fellépés vagy a hétvégi fellépés akkor otthon gyakorolt dalokat írt dalokat tanult tehát gyakorlatilag ő mindig zenében volt Igen. Aha, Igen. Tehát ebben nőttél fel. Igen oké okay? ahogy ahogy ő is így én is <laughs> és e, mondta hogy na de csak menjünk el iratkozzunk be megnézze egy órát hogyha nem tetszik akkor soha többet nem kell menned és akkor és akkor ez ennyi volt. <laughs> és aztán még erre is azt mondtam, hogy nem, de utána rávett, és akkor uh, uh, elmentünk, uh, mindig megemlítem a nevét Tivivá, egyébként Demetőr Tibor, ilyenkor mindig szerintem azt számít, ahogy így megfigyeltem, amióta tanítok én is, hogy, uh, hogy uh, milyen tanárral találkozik -e el. Az első benyomás, igen. Igen, és uh, a Bá az, az egy rettentő aranyos uh, csávó, és tulajdonképpen mindenre megtanított így, így kezdetben. Tehát így bementem, és, és így tudod, én mindig ilyen félénk voltam, így első, tehát nehezen uh -huh. oldódó gyerek voltam, mert még néha most is az vagyok. És, és mondta, hogy na, szia, szia, izé, ülj le, és akkor itt talán ritmusokat tapsoltunk először, és akkor utána jött ilyen cédúskára, de alap. Persze, persze. És akkor ilyen nagyon, nagyon félve nyomtam le a billentyűt, és, és én nagyon szerettem egyébként a humor, humort. Tehát mai napig Mondjuk abból, azért ez abból, most is a persze, persze, mai napig persze. abból És egyébként a humor mi. a hangszeren is, szerintem igaz, de erről majd később fogunk beszélgetni. Jó. Egy dobszóló tekintetében én nagyon-nagyon szeretem azt a stílust, amit te dobolsz, és abban a zenei technikán túl rettenetesen sok zenei humor is van. De hát ezt nyilván a zenészek pontosan értik, hogy mit hívunk zenei humornak. Igen, igen. Oké, okay? tehát hogy hogy félénk voltál. Félénk, voltam, és tol, alig szólalt meg az ongora, és mivel imádtam a, a nagyon jó szövegeket, a káromkodást, meg minden, <laughs> már kiskoromban, nyilván nem, 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 nem csinálom ezt, de imádom, ez a jó, tudod, magyar íz <laughs> 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 És mondta, hogy Atikám, vállalmat tette a kezét, és Atikám, lapkefénytől nem fog megszólalni a hangszer. És én így felfigyeltem rá, és nem is a zenével fogott meg, hanem azzal a hogy stílusával. A stílusával, aha. igen. És akkor innentől kezdve úgy valahogy, úgy jöttem ki onnan, hogy apunak mondtam, hogy akkor járni szeretnék. És ez az első óra után te beleszerettél az ongorázásba? Vagy a zenélésbe igazán? Igazából az embert kedveltem meg, és utána ö, ö, kezdett el érdekelni ez az egész mm -hmm. zeneügy. Mm -hmm. Ugye az, az volt a talán szerencsém, mert engem nem igen lehetett megfogni ilyen kötelező bartók, oh. zongorázásokkal, mindenne eleinte. Uh, tehát ő, ő tanított egy kicsi könnyű zenét, hogy fog meg a harmóniát, kicsi izé blues, kicsi improvizáció, így a, a akkori koromhoz képest, amit uh, tudtam tanulni. Szóval így, így ő vitt bele, tulajdonképpen apám után uh -huh. ebbe az egészbe. Majd rá egy évre, néztem, azt hiszem, a 80-as években volt egy budai parkszínpados Ergo koncert, és ez meg volt kazettán, és ott láttam, hogy a Paci bácsi a Barilla Pasquale, hogy dobott ott írdatlan mértek, borzalmas felszerelés, felszerel, persze. Ne, és láttam, hogy, hogy, hogy ez, hogy ez ez talán még izgalmasabb dolog, mint az zongorázás akkori feje, tudod. Izé, minden, De a mozdulatok egy, tetszettek mo meg. Mozdulatok, Aha. meg eleve a hangzás, izé, mindig vigyorogtod. <laughs> tudod, és, és akkor én ezt így néztem, meg így, asztalon, izé, már akkor volt FIFA, és akkor az, abban voltak zenék, és akkor így a, 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 a fa fater bejött, és akkor mondta, hogy ez így, izé, így, így van ez a ritmus, tovább, így az asztalon. És, és akkor és, vagy körülbelül tíz éves, ugye? Igen, igen. Tíz éves koromban a Tibi bácsi, az, az első zongoratanámnak a fia, aki a Döme Magyarország egyik beatbox képviselője egyébként, ő annó dobolt, és neki volt valami szedetvetett cucca, amit nem használt már nem tudom mióta, és amikor arra került a sor, hogy engem benyugtam, hogy engem érdekel a dobolás, akkor, akkor megvettük azt, hogy fillére ezt azt a dobcuccot, ami, ami egy Scott dobcuc is hallottam még De, ilyen. Amikor megismertem így a dobcucokat, mert minden, én sem tudom, hogy hogy létezhet ilyen. Ki azt, hogy... Vagy, vagy... De ez, ez volt ráírva, Aha. ilyen, ilyen félig átlátszó frontbőr, tudod? Aha. Egy ilyen fénypergővel. Nagyon rossz. Hát, a majd próbálok volt róla egyébként. fényképet szerezni, ha vagy nem tudom, van-e esetleg róla fotó. Kerítek, kerítek. kerítek. Biztos, hogy van valami. <laughs> És, um, Méretek? Milyen méretű dobok voltak? Hát ez még a vintage, 14-es pergő volt, 12, 13. egy gondolom 20-as talán, vagy 22-es volt. 22 22. De azt fölérted már 10 évesen? Hát kellett vennünk egy széket, mert ugye ez csak, <laughs> ne, ez csak darabjaiba volt, tehát volt pergő, a két tam, meg az állótam, de mit tudom én, állótamnak talán nem volt lába, Aha. akkor azt szerezni kellett, vagy nem tudom, a, a lábdobnak a lába is eléggé hadilában áll. <laughs> Szó szóval szerint és egy tamtartók, így tudom, mentünk a Ta, talán, talán a tamtamba ezért jártunk a legtöbbet a akkoriba, mert hogy ilyenekre szükség volt. Tulajdonképpen összeeszkábáltunk mindenféle, ahhoz, hogy ez, ez a ez így ö, úgymond megfelelő legyen ahhoz, uh -huh. hogy tanuljak rajta, illetve később zenekarba is játszak rajta, mert ö, valószínű, hogyha már így elsőre, így a főhangszer lett a dob ugye az életembe, uh -huh. és úgy ismertek meg a legtöbben, onnan jött a dobolás hogy mint fő hangszer, hogy a, a Tiszakéskén, ahol éltem, ott a helyi srácok, gimisek csinál, csináltak egy zenekart, csak mm -hmm. nem volt dobos. És akkor azt kerestek, és akkor eljöttek ilyen castingra. Meg, e... Meghallgattak akkor már aha. És, és, nagyon, és emlékszem, és a mai napig nem értem, hogy én össze-vissza tempótlanul vrv, izé karból minden, aha, okay. és, és azt láttam, hogy a, a, a gitáros a billentyűs ránéz így. És visszaemlékezett, ebben. Aha, voltak a többiek, tudod, volt más jelentkező, vagy őket láttad, hallottad. Talán, talán volt egy jelentkező, csak neki a stílusa nem volt olyan. Ő nem, do, nem dobott ilyen gyorsan. Hát nem is az. Igen. Aha. És innentől kezdve, tudod, ilyeneket játszott, hogy p felkerül a meg ilyeneket azonnal. És, mivel... De várj, ez gyorsan átugrott, tehát ott tartunk hát most, hogy első hangszer. Összeeszkábáljátok vele, hogy ezt a Scott nevű hangszer. Igen, hogy vettünk TST a... 3-as spájszinttányérokat okay, hozzá. de hogy akkor valahol igen. el kellett kezdened függetleníteni, hát kézrendek. A... Tehát hogy indult ez a fajta dobolás? Igen, azt ugye mondtam már, hogy édesapám, édesapám ö, ö, mutatta meg az alapokat, és utána ö, elvittek engem a mackóhoz, a Szanyi Jánoshoz. De az rögtön ment? Tehát ha leültél, ugye nyilván zongoráztál, tehát ott már Igen. volt némi ritmusérzék kezedben, Igen, lábadban, meg függetlenül Viszonylag gyorsan ment. Aha. Tehát, hogyha vissza kell emlékezzek, akkor nem volt olyan nagy probléma ezekkel. Tehát viszonylag gyorsan, gyorsan ráéreztem arra, hogy a végtagoknak mi a funkciója. Uh -huh. És amikor már ugye apa is úgy érezte, hogy hát ő csak az alapokat tudja megmutatni nekem, akkor hát ke keresni kell egy tanárt. És addig ő, apu se ismerte Macit, Szanyi Jánost, de az interneten akkor pont volt valami hirdetés, vagy minden, és akkor mondta, hogy nézzük meg. Uh -huh. És akkor felmentünk a Perc utcába. Mert akkor még nem a... Budapesten laktál, -e? ezért mondtad, hogy fel, igen, felutaztatok. Igen. 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 Hát ilyen heti egyszer-kétszer mentünk uh -huh. egyébként már utána, de hogy elsőnek bementem a Macihoz, és akkor így hát tulajdonképpen felmérte, hogy mit tudok. Uh -huh. És akkor ez volt egy ilyen 30-40-45 perc. Uh -huh. És anya, anya, anya mesélte már utólag, hogy kiment a maci, és mondta, hogy gyerekek. Ez a, gyere, gyerek. ez a gyerek nem megy innen sehova, ő itt marad örökre. De, ezek szerint ő elég gyorsan meglátta benne a tehetséget? Vagy? Ezek, ezek szerint uh -huh. igen. És utána, ilyen, mivel édesanyámik is otthon dolgoztak, meg én is sulisztam, ezért ilyen általában ilyen szombat vagy vasárnaponként felmentünk, így hetente vagy két hetente, vagy feljöttünk. Uh -huh. És akkor onnantól elkezdődött a tanulásnak az izgalmas és gyümölcsöző. De részében. ekkor még mindössze, ahogy korábban említettük, csak Dobol. tíz éves vagy. Csak, itt csak tíz éves vagy. akkor Igen. egy évet már zongoráztál, Igen. és akkor kezdtél dobolni az alapoktól. Így van. Viszont a zongorázás az ugye párhuzamosan zajlik. Azt ment nem volt Nem. Azt otthon lent. Igen, igen. Oké. Okay. A Szanyi Jánosnak a módszerét szerintem nagyon sok dobos ismeri, és egyfajta eszencia, mert ugye a Mackó tényleg nagyon sok tananyagból gyűjtötte össze azt, amiből ő átadja nektek, vagy nekünk a tudást, én is És még hozzá. annál többet. És még annál többet is, így van. Uh, ott milyen fajta módszereket kezdtél tanulni, vagy milyen irányba kezdtél menni, mert ő ugye ő szívesen tanít, swinget is, ha kell, fúziós dobolást, modern dobolást, tehát mindenfélét tanít. Igen, először, először inkább ilyen kottákból tanultunk, ilyen alap ritmusokat, tudod, ilyen grúvokat, sima 2-4, akkor különböző ö, láb ö, elosztásokat elosztások, meg eltolásokat, igen, aha. igen akkor, akkor már jöttek a izé, ghost notok, tudod, szépen lassan hangsúlyok, ahogy mondtál, itzirípot nem. Igen, De... persze, igen. És akkor uh, utána szépen, most, így elmentünk ezek a kézrendek, a szóval Paradidő, aztán megmutatta, hogy hogy lehet ezeket forgatni, akkor a dupla van elől, akkor középpen, a végén. Nagyon hasznos egyébként. Ilyen természetes volt, amikor bemegyek, mindig valami újat kapok. Uh -huh. uh, nyilván át, átnéztük mindig azt, ami, ami amit úgymond feladott. És mutatott nekem, de hogy, hogy mindig volt valami új. És, és, és a, a, a meg képe, képes volt olyanra is, hogy hogy volt valami kézrend, ami aminek már nem tudtam elképzelni semmilyen elosztását, és még úgy is voltak, tudod <laughs> és, és ezek nekem nagyon tetszettek, és nagyon sokat gyakoroltam ezeket, és amikor uh, uh, eljött az az időszak, ekkor már 14 éves vagyok. Tehát így játszottam Játsz az otthoni, több éve a Szanyihoz. Szanyihoz, otthoni zenekar, <laughs> akkor a, 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 otthoni zenekar mellé bejött egy... ez idő alatt egy ilyen, ilyen latinosabb Santa Tribute zenekar, ilyen kecskeméti, és akkor el ott meg kellett ismerkedni a latinnal, akkor mentem a hogy az, azokat, latinokat hogy vannak, nézik, akkor már a Dennis Chambers volt a szantanára, és onnantól kezdve én Dennis van voltam egy másfél-két évig, csak Aha. Dennis Chambers. Egy szakaszt átugrottál, mert engem érdekel, és szoktam dobosoktól. Ne, ne, ne. szoktam dobosoktól megkérdezni, hogy emlékszel-e a leges-legelső fellépésedre? Mert Igen. ugye ott tartottunk, hogy volt egy castingod, és elkezdtetek a zenekarral próbálni. Hogy Igen. zajlott az első fellépés? Egy helyi, nem tudom ö, mi volt, az volt a neve a helynek, hogy régi posta. Oké. Okay. Nem tudom. Régi És uh, ott léptünk fel a srácokkal, nem látszottam ki a doboknak. <laughs> Tehát az volt, hogy volt a Scott dob, de hogy ne legyen olyan tré és gáza a kilépés. Lettünk <laughs> bet rá egy, ami még annyira nem baj, hogy így az elején egy platinfról. <laughs> <laughs> Nagyon nagy. Igen, és akkor az, ez a Scott dob volt, és, és azt tudom, hogy nem voltam annyira lámpalázas, mint amikor egyébként, tehát a csapatba sose voltam egyébként, mint amikor ilyen első ilyen tanszaki hangversenyen kell zongorázni. Akkor uh Tehát amikor lába. egyedül Aha. voltam kint, akkor fő, hogy a csapatban, akkor ez így mind megszűnt. Meg valahogy az így, az így adta magát, hogy, hogy hallgatsz egy dalt, vagy az egész műsor, tudod, akkor, akkor az így belédivódik, és álmodba lejátszol, hogyha érdekel. Okay. Szóval első és fellépés, és platindob, mármint Scott, Scott, platinob platin, értem, front in, front in, front front és, <kül> és annyira emlékszem, hogy volt egy ilyen bemutatás, egy ilyen safül, talán a zöld csillagot játszottuk. Mindenki ugye szóhozott valamit, amikor bemondták a nevét, és akkor én is, és akkor ott, ott éreztem, hogy nem, nem előtte, hanem közben volt egy rontás, és, és ott éreztem, hogy Úristen, de. Utána visszazökkentem, tó, Aha. Aha. utána ugyanúgy, izé, relax volt, ez, ez volt az első buli, tehát nem voltam csapatban sose ilyen Aha. És, és mindig minden koncertet a mai napig egyébként örömmel csinálok meg, és mindig, mindig nagyon örülök utána, hogy fú, de jó volt játszani. az ah, jól sikerült. Ez manapság azért már látszik rajtad, hogy örömmel ez meg, meg jön ki az energia. Na, szóval ott tartottunk, hogy lement a régi posta koncert, Igen, ahol P-mobil dalok és Igen, zöld csillag Igen. és platin frontbőrös Scott dob. Igen. De akkor már is nagyon érdekes volt, hogy, hogy beleszerettél Dennis Chambersnek a dobolásába. Igen. És te mindig, ha jól tudom, te mindig párhuzamos verőfogással játszottál. Igen. Utóbbi időben kezdtem a tradicionális. De neked a zeneiskolában nem is kellett uh, tradicionális, vagy a Janónál sem kellett, vagy nem, vagy a nem tanultad? A Janó nem is erőltette Aha, egyébként. De neked ez mindig természetesebb volt. Aztán igen. majd beszélünk a verőfogásról is később. Oké, okay, szóval ott Aha. tartottunk, hogy... <laughs> hát te mondtad, hogy mostanában használod a tradicionális. Szóval ott tartottunk, hogy beleszeretsz uh, Dennis Chambers dobolásába, és ott már szantanadalokat is játszol. Igen, több igen. mindent, mint egy alap rock vagy pop uh, groove, igen. vagy uh, kíséret, vagy ritmus, és akkor elkezdtél különböző ritmusokkal ismerkedni, gondolom. Persze. Ekkor még mindig Tisza Igen, igen, és már a, mielőtt jött a Santana Tribute, azt elfejtettem mondani hangszer kapcsán, hogy akkor vettem meg, mert én kb. 12 éves koromtól kezdve édesapámmal lejártam dobolni. Hát ez kimaradt, ez egy bocsánat. Én késő kapcsolat nem arra. Szóval akkor te már gyerekmunkában részt vettél. Igen, lementem vele, mit tudom én, este kinezt játszottunk kettőig, hajnal kettőig. És a apa, az, az, mindig, imádom ezért egyébként, sokszor túlzásba is de, de mindig, mindig nagyon, nagyon uh, féltett, uh, és uh, mindig mondta, hogy oda jött hozzám szünetekbe, meg, meg még muzsikás közben is meg, bírod? Mi minden mi oké, okay, aha. Persze. Há, persze. De hát de akkor több órát kellett játszanatok, hát egy, egy Igen. esküvő rendezvényen ott azért, ez egy bálon. Hát tulajdonképpen ez egy olyan hely volt, hogy minden péntek szombat este, 9-től a hajna 2-ig, ami van. Tudod, tehát egy ilyen 45 perc, akkor 15 perc szünet. Az mit jelentettem, a... mondjuk a tangótól a diszkóig, bármit lehetett vagy kellett játszani? Aha, ja, ja. Uh -huh. És uh, nyilván, mivel nagyon sok dalt akkor még nem ismerhettem és nem is ismertem, ezért uh, ugye kettel játszottunk, többi ment alapról, és akkor benne hagytam mindig a, a dobot, mert minden, hogy hallgassam, meg mi van, és akkor tulajdonképpen az én nekem a mai napig a, az a rutin. Ez el, érdekes hallani, mert hogy te gyakorlatilag akkor már zenére, gépzenére játszottál, igen, és azért az igen. nagyon rendben rakja, gondolom, a metrum érzésedet. Igen, igen, meg hát a stílus stílusérzéket, hogy, hogy mit, mivel. Technikailag akkor az volt valami fülhallgatód, vagy a monitorból jött? Volt, volt egy monitorláda, és onnan hallottam. Uh -huh. És akkor tulajdonképpen a rutin az innen, mellette ugye meg még a srácokkal zenéltünk, és akkor ugye én ezért már kaptam pénzt, ugye, a, amikor apával zenéltem. Persze. És abból megvettük az első komolyabb dobfelszerelésemet, ami? a mai napig is megvan, a Thomas Superstar Egy bőrcs. Hogy, nem egy pör, miután mondtad, hogy Dennis Chambers szerelmes lettél. Mert, 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 mert valahogy a, a Tamás sokkal, sokkal jobban tetszett. De ránézésre. Aha. Nyilván még akkor úgy működtem, hogy nem az, Mi hallgattam. az, ami szed, igen, igen persze. Igen. Aha. igen, és akkor az lett, ami a mai napig megvan egyébként, uh -huh. és, és most arra szól a legjobban, azóta, tudod, beérett a Aha. Faulban. Hát érdekes, hogy most is egy dal doboltál fel, egy Tama Star Classic doban játszottad ezt fel. Igen. És gondolom, módod volt több hangszert is próbálni életed során. Miért pont a Tama vált a kedvenceddé, ha lehet azt mondani, hogy a kedvenceddé vált? Hát inkább ez így ilyen első benyomás uh -huh. volt. A többi dob valamiért nem fogott meg. Sok mindent kipróbált, szonortól, ez a pörlig egyébként. És uh, valamiért a tama volt számomra egy olyan uh, pozitív benyomást keltő, uh -huh. hogy, hogy uh, valahogy uh, az adta meg azt az érzést, hogy ez biztos, hogy jó. Uh -huh. És egyébként így is van, mert mai napig csak tama hangszereim vannak. Van a Superstar Custom, ami otthon van, egyébként otthon, hogyha csinálok valami felvételt, ilyen home felvételt, <laughs> akkor ott arra csücsül, van egy Hyperdrive, az Maple, de az már ugyan, a, egyébként a Tama is a Superstar Custom is, 10-es, 12-14, <laughs> ugye két felsős a Hyperdrive és két álló, Két álló, oké. Okay. Illetve van egy Metro Jam most már, ami egy 16-os láb, egy 10-es felső és egy 13-os <laughs> álló. Ja, úgyhogy én ö, amiket próbálgattam, nyilván mind ezek az új hangszerek voltak, és ö, mostanra már én is egy kicsit ilyen ilyen régi hangszer szerető szeretnék lenni. Igaz nincs, hogy uh -huh. dobban például, ö, de hogy. Ö, hát bőven a, van még időd elkezdeni persze, gyűjteni, persze, és. Persze, de hogy. Ö, de hogy valahogy azok, azokban van az a hangzás. És, és mivel a Tama akkor új volt, de mégis abban volt egy olyan hangzás, ami enge, engem megfogott. <hül> Nekem a többi az, az ilyen műanyag érzet volt. Oké. Okay. Ott tartunk, hogy az édesapáddal jár zenélni, már zenére játszol, Igen. nagyon profi vagy több órát végig. Meg, zenélni. A, tamadob, az a, Meg a Tamadob, Szantanát is játszol, a Szanyihoz jársz, és egy viszonylag nagy ugrás, gondolom én, amikor tényleg valóban elkezdenek komoly emberek is megtalálni. Ugye most is például László Attilával is zenész. Igen. E között a kettő között mi történt? Gondolom rengeteg gyakorlás, de ezt meséld inkább te. Nagyon sok. <coughs> ö, ugye, amikor elértem a 14. évemet, vagy 15., uh -huh. akkor én ö, felköltöztem Pestre, felvételt nyertem a Bartók Konziba. Az, az egy ilyen mérföldkő volt nekem tolád, családtól el, akkor nyújéknak is egy mérföldkő volt, mert, mert hogy elsőszülött gyerek vagyok, és mély, víz azonnal. Hát nyilván rosszalkodtam, és is voltak is problémák. Koleszos évek, mert ugye koleszos voltam. Igen, felvételt nyertem a konziba, és az alatt, most egy kicsit belemegyek, volt egy olyan zenekar, ahol Tízekésként volt egy szakszofonos, aki egyetemre járt, és az egyetemen megismert egy srácot, aki elhívta egy zenekarba, és kellett oda is dobos, és az ilyen fanki volt már, megint egy újabb stílus, ilyen jemi rockvályos megfejtés volt, és ott félig felvidéki volt a zenekar. a nek a jelenlegi hangmérnök a neki a testvére basszusgitározott, és játszottunk sokat viszonylag, és utána. Elkezdtek agyalni a zenekarnak így a, a törzsemberei, vagy a felnőttek, mert akkor én még mindig kicsi voltam, hogy így elhívni pár embert így vendégnek, és akkor elhívtuk a Péli Barnát, onnan is lett egy ismeretség. Tehát így, így tök, tök jó volt, mert így mindenhonnan jött, jött uh -huh. egy ilyen... ilyen szál, ami így, így megmaradt, így a. És elkezdtél bekerülni időszakon. nyilván, vagy elkezdtek emberek megismerni, ha még nem is kerültél Igen, a igen. Ugye Konzi időszak, ugye Konzi előtt már Mackónál elkezdtünk szüngelni, mert mondtam neki, hogy mondom, egy kicsit az mér, is lehet, érdekel, hogy kéne, persze. mert különben nem vesznek fel, és én azt <laughs> nagyon akartam, hogy felvegyenek. És akkor ugye Konziba már Gerőt, Tomi bácsi tanított, akit szintén nagyon szeretek, és nagyon sokat köszönhetek uh -huh, neki. És ez idő alatt ugye kialakult már a jazz iránti érdeklődés is. Érdekes, hogy én, én hát nem, nem tudom, hogy most ezt így mondhatom, hogy én egy kicsit így ilyen éreztem magam mindig is, mert én ebbe a mainstream jazzbe sokat nem mélyültem el. Uh -huh. Tehát nagyon sok lemezt meghallgattam, és nagyon sok lemezt újra hallgattam, mert van, volt nagyon sok, ami tetszett, de hogy én, én utána, nem, nem volt nehéz átlépni a fusion-re. Világos. Tehát te, amíg a, a többiek uh, Coltrane-t, meg uh, Chad meg eze, ezeket hallgatták, amik nagyon jó zenék, addig én már mentem tovább az ilyen, ilyen Mike Stern, Steps Ahead, Yellow Jackets, meg eze, ezekre. És uh, ezek is érdekeltek. Nyilván innen már, innen már elmélyültem a jazzvilágba, hogy még jobban, már azóta, már előtte is, hogy, hogy milyen dobosok vannak, uh -huh. vinikolajuta aki a mai napig imádok, Jeff Porkáro, ugye a kedvenc zenekaromnak ugye sajnos volt dobosa. Úgyhogy én ezeket nagyon megszerettem, viszont ugye, amikor feljöttem Pestre, én a ballagásomra lépjek a következő hangszerre. Na egyik pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hangszerről a gitárról még eddig nem Igen. is beszéltél. Én nagyon sok, sok koncert videót néztem már ez idő alatt, hogy elkezdtem tanulni dobolni, zenekarba játszani, tanárhoz járni. Rengeteg koncertet néztem, minden Stinget, Phil Collins, Totót még ilyeneket is, hogy izé Night tudod, a metal, meg ilyen, tényleg, engem nagyon De érdekes, hogy így mutattad egyébként, te jobbkezesen doboltál mindig? Igen. Mert így mutattad a, nájtvist. Hát, sok Simon philips et nézek mostanában. Aha. tényleg minden zenét nagyon szerettem, és szeretek is, és nekem mindig, mindig megfogtak engem a gitárosok a színpadon, tudod hogy a Lukater is izé, ott van, még a 90-es Párizsi koncertjét néztem, nagy hal, minden izé, a színpadot, és, és, bármelyik ilyen gitáros, akit akkor néztem, ugye inkább akkor rockzenében néztem, és ott volt ez érdekes számomra, és mondtam szüleimnek, hogy hogy jött a ballagás, mit kéne, mondom, gitárt. De úgy, hogy akkor előtte még egy hangot nem játszottál? A... Vagy ugye, nem sokat? Ugye ott, ott a próbákon, a, amiket a helyi zenekarra hát kezembe vettem, és akkor viszonylag ott is gyorsan felfedeztem, hát hogy nyilván a zongora hogy, már megvolt. Persze, addig, hogy a húrok milyen hangok, akkor ott, ott mutatja a Pöcsőzé a Bund, James Bond, és, és akkor és akkor, viszonylag az is gyorsan ment, csak ugye nem volt hangszerem. És akkor vettünk egy ilyen, ilyen hát ilyen. Ikea Squire. <laughs> Tényleg nagyon rossz, de álltom, megtanulni jó volt rajta, meg uh -huh. egy kis kombót, és akkor óra hosszákat eltöltöttem csukott ajtón, belül a szobába, és így, és nem tudom, szerintem, szerintem sokkal többet gyakoroltam akkor eleinte, mint elsőnek a dobon. Nem uh -huh. tudom miért, Mindegyik hangszer nagyon érdekel, és nagyon szeretem mindegyiket, mindegyik máshoz ki belőlem, most már. Mindegy, elkezdtem uh, gitározni otthon, és ugye felkerültem Pestre, és következő, ez volt nyáron, felkerültem Pestre szeptemberbe, egy év, egy kemény év, ugye szülőktől távol, egyedül, viszont szereztem új barátokat, meg összetalálkoztam a klasszikus zenével, uh -huh. ugyanúgy tanultam tovább zongorán ugye kértem, hogy fakultatívan uh, uh -huh, tanítsanak engem a uh -huh. jazz. Uh -huh. A kötelező zongora volt klasszikus, de az az olyan nagyon érdekelt volna, hogyha nem, nem úgy éreztem volna, hogy pisztolyt nyomnak a fejemhez. <laughs> de mindegy, és uh, ott kértem a uh, ilyen, ilyen fakultatívan, uh -huh. hogy jazz zongorát itt tanítsanak, és akkor tulajdonképpen ott minden alapot megtanultam, és azt elsajátítottam mostanra már. Ha három hangszert egymás mellé tesszük, Igen? akkor hogy érzed, hogy melyikbe tettél a legtöbbet, vagy technikailag melyikbe vagy a legjobb? Ugye zongora, gitár és dob. Nagyon sokáig a, a dobolásba tettem bele a legtöbbet. Sajnos, vagy nem sajnos, úgy érzem, hogy már -mára a gitárba teszek bele többet. Nem tudom, ugye fel, Kicsit lavírozok akkor, de felköltöztem ugye Pestre, lakás lett végül, és akkor egyedül élek egy panába, ott nem tudok dobolni. Uh -huh. És akkor viszont gitározom. Viszont annál vagy inkább. bármikor persze. Felkelek, és már kezemben a hangszer. <laughs> Úgyhogy mostanra a gitár, az ongorázás, az meg sosem maradt abba, de azt inkább dalszerzésre használom, vagy hangszerelésre. Na és akkor itt jön be a mostani zenekarod. Igen, a Eagles, akik, Goals, akikkel nagyon megtaláltuk egymást. Ugye a Tomikával basszusgitárossal, a, a Zen Akadémiára, Konzi után felvételt nyertem, és uh, ott ismerkedtünk meg is, azóta a legjobb barátom, és uh, elkezdtünk csinálni egy uh, ilyen instrumentális duót, uh, aminek uh, a RNA, Rena, Rhythm and All a neve. <hül> Uh, és akkor utána mondtam a Tomikának, hogy ebből kéne mondom egy énekes uh, uh, verzió, mert hogy, mert hogy én írok ilyen, ilyen dalokat, nem szétalterált a harmóniákkal, hanem rendes dalokat, uh, amik énekelhetőek. És mondom, megmondom őszintén, mondom, írok szövegeket is, de azt hagyjuk majd. De ott te miért nem, nem próbáltál énekelni, vagy próbáltad vala egyébként? Hát ott demokat feléneklek, Aha. bátran. De most így még. Majd eljön annak is az ideje talán, hogyha, hogyha olyan vokálozni, viszont vokálozok Hát van ugye Nem jó valami. pár olyan zenész, ha csak visszagondolunk Prince-re, aki, aki szinte az összes hangszertől játszotta Igen. fel, voltak olyan albumai. Igen. Ez megtörténhetne egyébként? Tehát, hogy a Night az összes hangszert én játszom fel. Ez örök ugye? Mert ugye hármunkról szól, én vagyok ö, a Tomika, és a Varga a Varga Miklósnak a fia. Egyébként, ha már bocsánat, ha me el a hangszereknél tartunk, én láttam róla olyan videókat, hogy a kaszati Tibi koncertjén először, hát igen. ugye nyilván doboz, aztán igen. beállsz a zongora mögé, aztán beállsz egy gitárral, aztán átveszed a Bercitől a basszusgitárt. tehát gyakorlatilag igen. bármelyik hangszeren Hát igen, mert ő is rájött, rá, rájött, hogy, uh, hogy uh, én ilyen, ilyen zene őrült vagyok, akkor ezt így be lehet, Persze, bele lehet tenni a műsorba, igen, igen. A Melyik a kedvenc kell. mondjuk ezek közül? Tehát ha, ha csak egy hangszert Hangszerek lehetne közül? választani, aha. Nem Tehát, tudok választani. Nem, ugye ez nehéz. Is. És ezt mindenki megkérdezi, és, és nem is akarok választani. Nem is kell, és hát szerencsére sosem. nem vagy erre Mindegyik más máshoz ki belőle mostanság, mivel ugye a Jóistennek hála László Attilával játszhatok, a saját quartet illetve a Fusion Circus nevű formációjába. Ott ugye Fusion zenét játszunk, és uh, ja, ott vala, valahogy most jól esik ezeket dobolni, ezeket a fusion dolgokat. Popzenét is, rockzenét is, de azt, azt meg valahogy gitárral. <laughs> tudod? Érdekes, ja. hogy mo most pont egy saját dalodat doboltad fel, amit meg popzenének vagy rockzenének hívsz. Igen, igen. De mivel ez egy dobos interjú, úgy. Persze hát, világos, hát most erről beszélünk. Igazából főleg. a zenekarnak Aha. a gitárosa vagyok. Uh -huh. uh, és. Uh, nagyon egymásra találtunk, és ö, idáig én játszottam fel mindent, lehet, hogy ez változni fog, lehet, hogy nem. Most készítjük a, a jövőre megjelenő lemezünket, és ö, vannak nagyobb tervek, amik remélyi összejönnek, és ö, ö, nagyon sok emberhez reméljük eljut, és szeretni fogják. A vége felé néhány kérdést szoktam feltenni, amit mindenkinek felteszek. Oh. Ha azt fogalmaznám, hogy mitől lesz valaki a legjobb dobos, vagy a legjobb zenész, vagy a legjobb a hangszerén, akkor azt hogyan foglalnád össze? Uh -huh. Vagy másképp kérdezem, mit, 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 mitől lesz valaki jó dobos? Én, én máshogy közelítem meg, mert uh, először is uh, én, én, mint zenészként tekintek mindenkire, azon belül, hogy mit tudom, hogy dobos a mostani világban, amiben én is vagyok és az én generációm csinálja érdekes módon én ezt most így, én, én valahogy nem maradtam ebbe, de hogy most, most inkább a a technikán múlik minden, a gyorsaságon, a tűpontosságon és valahogy valahogy egy kicsit a, a muzikalitás úgy úgy is szá, nekem, nekem olyan száraz le, mm. tehát hogy, hogy Szerintem akkor lesz valaki igazán jó dobos, hogyha, hogyha például én elhívom egy session melóra, és azt mondom, hogy figyelj, itt ez a dal, és, és akkor tanult meg, gyere, dobolt fel, akkor szerintem az a jó dobos, aki nem önhatalmulag fogja kezelni azt a mellót, mm. hogy hú most csak azért is mindent, 32-et azért belerakok valahova a bridge <há> előtt vagy valami, ahogy az ön... Szerintem az a jó dobos, illetve zenész, gitáros, billentyűs, aki aki tiszteli azt a zenét és nem tesz belém mm. ilyen... nem úgy értem csúnyán szól, de ilyen magamutagatás szakú mm. dolgokat. És hogyha már erről beszélünk, akkor szerintem ö, legyen megbízható, jó ember felkészült, és ne legyen problémás. Szerintem ez számít ma a legjobban. Mennyire kommunikálsz, mennyire ö, vagy megbízható, mennyire teljesített százszázalékosan, vagy inkább 150 százalékosan mm -hmm. a feladatodat. És, és ö, ebben az a jó, hogyha nagyon sok ilyen ember van, mert itthon nagyon sok ilyen ember van, akkor tudják segíteni egymást, és számíthatnak egymásra, mint ahogy el is hívjuk egymást, uh -huh. helyettesíteni akár, vagy lemezfelvételre, vagy akármire. Szerintem, szerintem ezeken az emberi dolgokon sokkal jobban múlik az, hogy mitől lesz valaki jó. Uh -huh. Köszönöm az interjút. Szerintem te egy jó zenész és egy jó ember lettél. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Ha mosolyog rám egy idegen kap.